amikor az ember átéli azt a dolgot, hogy már nem ő az utolsó szem a láncban, már nem ő figyeg a lánc végén, hanem már ő is csak tart. És ennek a tartásnak a szépségei és nehézségei szabdalják ezt a könyvet. Grecso Krisztián egy népszerű magyar író, költő és dramaturg, akinek művei gyakran foglalkoznak a család, a kapcsolatok és a mindennapi élet kérdéseivel. 2007-ben debütált regényével, azóta számos díjat nyert és jelentős szereplője kortárs magyar irodalomnak. A Lányos apa című könyvében a lánygyermekes apák életét és kihívásait tárja fel. A mű humorral és érzékenységgel közelíti meg a gyereknevelést, a családi dinamikát és a férfiak érzéseit a szülői szerepben. A könyvtár meghívására vagyok itt, de hál' Istennek olyan sokan jelentkeztek, meg olyan sokan vannak, hogy átjöttünk a művődési ház termébe. Itt mesélek erről a kötetről, ami három ciklusra tagolódik, de lényegében a szülővé válás metamorfózisáról szól. Arról a csodáról és nehézségről, arról az átalakulásról, ami a szülőben megy végben. Tehát itt most ez nem gyerekirodalmi szempontból közelít, hanem bizony annak a szempontjából, aki azt a csodát éli meg, hogy most már nem ő az utolsó szem a láncban, hanem már ő is csak tart. Úgyhogy ezen fogunk gondolkodni közösen, meg mesélek, meg olvasok, úgyhogy ezért gondoltuk a Lányos és fiús apák címet, hogy ne rémüljenek meg az apukák, anyukák, bárki jöhet. Lassan 30 éve a pályán vagyok, és hát nagyon sokféle korszakom volt, és nagyon sokféle motivációról tudnék mesélni. Az biztos, hogy ezt a közel 30 évet most novemberben egy nagy regénnyel, egy 600 oldalas nagy regénnyel, az Apám üzen című regénnyel, hát ha nem is ünneplem, de jelölöm ki, meg járom körbe, meg gondolom végig, mindazt, ahonnan jöttem, faluról, az Alföldről, egy kis paraszt családból, és nyilván ennek a családnak a történetei is benne vannak ebben a egyébként nem csak család, hanem identitás regényben. Úgyhogy ez a könyv is próbálja azt végig gondolni, mit keres egy paraszt fiú az irodalomban. Ez a középső ciklusa a könyvnek, még két ciklusa van ezen kívül. Az első a múlttal, a hagyománnyal, a tradíciókkal, az ősökkel foglalkozik, és mintha egy ember életet rajzolna meg, a második a szülővé válás katarzisa, és a harmadik pedig a nevelődési helyzetek, mesterek, példaképek erejét, lehetőségeit járja körül. Úgyhogy ebben a mini ember életben kis történeteken keresztül próbálok nagy helyzeteket tükrözni, vagyis ne eszékre, ne tudományos szövegre gondoljanak, tehát itt természetesen szép irodalomról van szó, de ezekben a kis apró novellákban talán tükörhelyzeteket találhatnak szülők, édesanyák, édesapák, olyan tükörhelyzeteket, amiben jól esik belenézni, vagy jól esik egy kicsit elgondolkodni, mert a könyv bátran és őszintén mer esendő lenni, és mer kérdéseket föltenni. Ez különösen fontos egy olyan helyzetben, mint a nevelés, nevelődés, a szülői helyzet, ami egy lóversennyé lett manapság. Egyébként is nagyon érzékeny helyzet volt, hiszen a gyerekek teljesítménye összemérhető nagyon sok mindenben, tehát egy szülőnek nehéz volt eddig is. Most hála Istennek már a úgynevezett közösségi médiának köszönhetően a nyaralások helyszíneitől a minden pillanat összemérhető, örökké mindenen lehet stresszelni, és mindenki azt kommunikálja magáról, hogy ő tökéletes, tehát egy ilyen tökéletesség kommunikáció zajlik. A Lányos apa című kötetben ezt széttöröm, ezt megkerülöm, és azt gondolom, és hát merem állítani, hogy azért, mert valaki hibázott, azért, mert valaki nem érti, vagy nem jól csinálja, attól még szülő, és még lehet jó szülő is, és nyugodtan lehet kérdéseket föltenni, ugyanis a tökéletesség mítosznak, mert ez nem valóság, tehát ez egy ilyen kirakat világ, ennek a tökéletesség fikciónak az a következménye, hogy az emberek kérdéseket sem mernek föltenni, mert aki kérdez, az nem csinálja tökéletesen, tehát akkor nem tudja, ugye? Tehát, hogy csak figyelje meg, hogy mondjuk egy gyermek hisztériázik a boltban, a pénztárnál.
édesanya, édesapa, aki éppen rossz napot húzott és ott van, próbálja a gyereket valamilyen módon fegyelmezni, megnyugtatni, próbálja a helyzetet kezelni. Hogyan reagál a környezet? Pokoli, hogy hogyan reagál. És ezentúl még nagyon sok mindenen elgondolkodik a lányosapa. Úgyhogy remélem, hogy azok, akik még nem szülők, de készülnek rá, azok, akik megszenvedik, és természetesen hatalmas élménnyel megélik a szülőséget, meg a nagyszülők is, akik itt lesznek Dombováron ma este, azok örömmel fogadják ezt. A kötet nem csak szórakoztató, hanem elgondolkodtató olvasmány is, amely sok szülőnek és nagyszülőnek egyaránt releváns tapasztalatokat nyújt. A gyermekvállalás nem két ember ügye. A gyermek az egész család pozícióit átrendezi, mindenki új helyzetben találja magát. Az én öcsém 30 akárhány éves volt, amikor megszületett a lányunk, és képes volt azt mondani testvéri féltékenységből, hogy már nem én vagyok a legkisebb grecsó.